Április 19-én az Aramis együttesét fogadták a gödöllői Bikák az egyetemi csarnokban. Nem csak az 5 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozat megszakítása volt a cél, hanem a dobogó 3. helyének megszerzése is. Mindkettő sikerülhetett volna egy hazai sikerrel. Meglehetősen lassú iramban kezdte a találkozót mindkét csapat, ám a vendégek irányították a mérkőzést az első perctől kezdve. Több mint negyed órányi gólcsendet tört meg az Aramis Frank Tamás révén, így vezetést szereztek a vendégek. 2 percbe sem telt, és Nagy Roland révén egyenlítettek a Bikák. A szünetig nem változott az eredmény. A folytatásban is az Aramis kezdeményezett többet, aminek meg is lett a gyümölcse, hisz Németh Péter duplájával 3-1 arányban megnyerte a találkozót, és megőrizte 3. helyét a rájátszásban. A gödöllői Bikák továbbra is nyeretlenek a felsőházban. Az Aramis Ese játékos edzőjével, Frank Tamással beszélgetünk a mérkőzésről egy picit. Hogyan értékeli összességében a találkozót? Egy picit talán azt mondhatom, hogy egy lassú mérkőzés volt, ez talán annak is betudható, hogy elég sok idősebb és rutinos játékos volt a pályán. De talán azt is mondhatom, hogy az egész mérkőzésen picit mi irányítottuk a játékot, a gödöllő többnyire kontrákra épített, viszont mi meg nem tudtuk érvényesíteni a mezőnyfölényünket gólokba, ezért a végére egy elég izgalmas kis végjáték alakult ki, amiben úgy érzem, hogy azért megérdemelten nyertük a mérkőzést. A mérkőzés első fél idejére valóban az volt jellemző, hogy egy picit az iram alacsonyabb volt, de mégis végig uralták a játékot. Készültek esetleg külön erre a gödöllő ellen, vagy általában ezt a játékstílus képviselik? Nem, nyilván az ellenfélhez alkalmazkodunk valamilyen szempontból, azért a két csapat nagyon régóta ismeri egymást, nagyon sok mérkőzést játszottunk már egymás ellen. Talán ez az oka annak, hogy egy picit mindenki lassabban, meg óvatosabban játszott, főleg az elején. Biztos, hogy a gödöllő is tudja, hogy mi miket csinálunk, és a mi játékosainknak mik az erősségei, mind ahogy mi is tudjuk az övékét. Nyilván erre fölkészültünk, amennyire tudtunk, és én azt gondolom, hogy ez talán az eredmény is látszik, hogy azért némileg sikerült is. A második félidőben úgy gondolom döntő volt az, hogy az ember hátrányos szituációt nagyon remekül védekezték ki. Így van, és amikor éppen elcsúsztunk egy picit, mert volt 2 ilyen alkalom, akkor a szerencse segített bennünket. Én azt mondom, hogy ez egy fordulópontja volt a mérkőzésnek, illetőleg az is, hogy az 5-4-es játékot is szerintem szinte hiba nélkül védekeztük, nem is tudom, utána 1 vagy maximum 2 kapra lövésig jutott el az ellenfelünk. Úgyhogy szerintem elégedett lehettek a csapattal, a teljesítménnyel, és örülök, mert nekünk egy nagyon fontos győzelem volt a tabellán elfoglalt helyezés alapján is. Igen, jelenleg a 3. a csapat, a Győr már bajnok, ez nagyon friss hír, és bár gondolom ez nem volt kérdés. Mi volt a cél az év elején a csapattal szemben, mi volt az elvárás? Úgy indultunk neki, hogy szeretnénk a dobogóra menni, aztán az év közben ez egy picit messzinek tűnt, mert volt 1-2 hullámvölgyünk, de jelen pillanatban magára talált a csapat, és ezt a 3 mérkőzést, ami most mögöttünk van, mind a 3 nagyon fontos volt számunkra, mind a 3-at meg tudtuk nyerni. Azt mondhatom, hogy most ezzel a maival együtt egy nagy lépést tettünk afelé, hogy ez a 3. hely realizálódjon, bár még nagyon messze van a vége. De most már mindenféleképpen kijelenthetjük, hogy ez lenne a célunk, és szeretnénk odaérni a dobogóra idén. Bici Gábor a gödöllői csapat kapitánya kameránk előtt. Habár mindkét edző játékosként is részt vett a mérkőzésen, mégis azt kérdezem, hogy játékos szemmel milyen volt ez a mai találkozó? Hát egy kicsit langyos tempójú mérkőzés volt. Nem mondanám, hogy bármelyik csapat fölényben játszott volna. Isten igazából nekik bementek a helyzetek, nekünk nem mentek be. Mi lehet az oka most ennek a most már 6 meccs óta tartó rossz sorozatnak? Minden csapattal partiba voltunk, én azt mondom, kicsit kevesebbet tudunk edzeni a kelleténél, mert nagyon sok a sérültünk és a beteg játékos, próbálunk fiatalokat beépíteni, így hogy most már rájátszás van. Ennyire tellett mostanában. Igen, az első fél időben inkább a védekezéssel foglalkozott a csapat, talán a második játék részre már jobban tudtunk helyzeteket kialakítani, ám az utolsó momentum, a gólszerzés mégsem sikerült. Ez így igaz, lehet, hogyha edzenénk, akkor lehet, hogy be tudnánk rúgdosni. Sajnos, mint mondtam, keveset edzünk, és ez most nem jött össze. És a továbbiakban hogyan tud készülni a csapat, mennyi edzéssel a sérültek felépülnek, mikor épülnek fel?
Nem tudom, hogy mikor épülnek fel a sérültek, meg a betegek, mikor lesznek beszámítható állapotba. Próbáljuk csinálni a dolgunkat, tisztes helytállás a cél, próbáljuk megtartani az előnyünket a most már két csapat, aki mögöttünk van azokkal szembe, vagy összejön, vagy nem. Baranyai Pállal sajnos egy újabb vesztes mérkőzés után beszélgetünk. Ezúttal is a végén emberelőnyben játszottunk, csak hogy megfordítsuk az időt, de úgy éreztem, hogy nem voltunk veszélyesek a kapura itt a végén. Miért? Hát egyáltalán nem voltunk veszélyesek, ugye amit kértem, hogy lőjünk kapura, igazából meg se próbáltunk lőni kapura, nagyon lassan járattuk a labdát, de ez van, sajnos ilyen tompák vagyunk mostanában, ugye attól függetlenül sajnálom az egészet, mert úgy gondolom, hogy 2-1 volt legalább 5-600%-nak az ígyszerünk, amit be kellett volna rúgni, és akkor most nem erről beszélünk. Frank Tamással arról beszélgettünk, hogy kulcs momentuma volt a mérkőzésnek az, amikor 4-3 ellen játszott a csapat, és azt a két percet nem tudtuk kihasználni. Hát én úgy gondolom, hogy ez nem volt kulcsfontos, de ő így gondolja, de én úgy gondolom, hogy ha ott mondjuk rúgunk gólt, mi rúgjuk a gólt, akkor lehet, hogy mi nyerünk, de én szerintem az nem volt kulcsfontosságú. Az első fél időben azt éreztem, hogy egy picit kevesebb hangsúlyt fordítunk a támadásra, és inkább a védekezéssel foglalkozik a csapatán, a kontrákra próbált építeni az együttes? Hát igazából nem, hanem sajnos mostanában nem edzünk annyit, amennyit kellene, ugye, és nem vagyunk annyit együtt, amennyit kell. Sok hiányzó van, sok a sérült, sokan sérülten játszanak. Úgy gondolom, hogy azért ez ráteszi a nyomát arra, és ezért ugye próbálunk a biztosabb játékra törekedni. Tehát innentől kezdve nem fogunk, hanem inkább arra fogunk törekedni, hogy a nézőket kiszolgáljuk. Igen, 5 mérkőzés után sajnos nyeretlen a csapat a rájátszásba. Mi lehet az elvárás és a cél a következő 5 mérkőzésre? Hát én úgy gondolom, hogy most már csak a tisztességes helytállás. Ugye beszéltünk arról, hogy a második hely is elérhető lett volna, de úgy gondolom, hogy az utóbbi hetekben szerencsétlenek vagyunk. Berettyon is nyernünk kellett volna, sajnos nem tudtunk nyerni. Most is azt mondom, hogy simán benne volt, hogy nyerjünk, de vagy legalább döntetlen legyen. De hát ugye most ilyen szériában vagyunk, sajnos ez van. A Bikák április 29-én a Felsőág utolsó helyén álló Svitelszki Haladás csapatát fogadja, majd május elején a Szegeddel játszanak.